A forduló előtt egy pont volt a nyíregyháziak előnye a Csákány Doroszlóval szemben, így egy 4 pontos mérkőzés várt a kiesés elől menekülő csapatokra. Az NTK legutóbbi hazai találkozóján döntetlent játszott a szintén rivális Köfémmel, ezúttal viszont nem hibázott a házigazda. A 615 fáig jutó Fehér Béla vezéletével 5-3-ra győzött a Nyíregyháza, nagy lépést téve a biztos bennmaradás felé. A mérkőzést pehesen kezdtük, a Kastúra Zsoltnak és jó magamnak is elment a csapatpontja. Egyes izgalmas szetteket sajnos elbuktunk, és csapatfába is elhúztak a vendégek, azonban a középső sorban úgy gondolom, hogy nagyszerűen játszott a Szilágyi Sanyi, aki 0-2-ről tudott fordítani, és a Szolyka Miki pedig magabiztosan 4-0 arányban diadalmaskodott, és Miki visszahozta az összes csapatfa hátrányunkat, meg még egy kis pluszt is tettek a miénkhez, és a zárósorban már csak le kellett játszani a mérkőzést, mert tudtuk jó, hogy Fehér Béla, aki egyre jobb formában van, 600-as eredményével már biztosított annyi fát, amennyi elegendő a győzelemhez. Ez természetesen így is volt, a Béla 615 fája messze kimagaslott most a mezőnyből ismét, és mellette a Magyarorsi Péter az utolsó dobások, aki kielezett párharcot vívott a vendég egyik legjobb játékosával. Sajnos 3 fával alul maradt a Péter, de már ekkor tudtuk, hogy legalább 5-3 arányba győzni fogunk. Ezzel a sikerrel saját kezébe vette sorsát az NTK, ami nyugalmat biztosíthat a játékosoknak a hátralévő fordulókban. Az őszi fordulók sorsolása az nagyon pekes volt számunkra, ugyanis a riválisainkhoz látogattunk mindegyikhez, azonban sikerült több olyan mérkőzést behúznunk nagy csatában, ami megnyugtatta a csapatot, és most már azt lehet mondani, hogy még nem dőlhetünk hátra, de mindenképpen hazai pályán, folyamatosan hazai pályán készülve mindenképpen látszik, hogy egyre jobb és jobb formában lendülünk itthon is, és ez lehet a kulcsa majd a 2 hét múlva következő Ajka elleni hazai mérkőzésünknek, és hogyha még hozzáteszük azt, hogy a mostani hétvégén kihagyjuk a fordulót, ugyanis a Répcelakkal már korábban lejátszottuk az idegenbeli mérkőzésünket, így még egy pluszt adhat az, hogy még rá is pihenhetünk arra a hétvégére, úgyhogy mindenképpen egy nagyon kemény csata vár majd ránk, és bízom benne, hogy ott is sikerül majd a 2 pontot megszereznünk hazai pályán. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged áll 35 ponttal, megelőzve a szintén 35 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 12 ponttal a már bennmaradás jelentő 8. helyen várja a folytatást.